Köszöntöm Önöket, nézzék meg mai témánkat! A család a társadalom legkisebb egysége, közösség, melynek tagjai összetartoznak, összeköti őket a szeretet, az év legnagyobb és legszebb családi ünnepéről, a karácsonyról, személyes élményekről és a család fontosságáról beszélgettünk vendégeimmel. Erről fogunk tehát beszélgetni. A vendégeimnek köszönöm, hogy eljöttek hozzánk és elfogadták a meghívásomat, Slanger Andrásnak, direktornak, Farkasinszki Gyulánénak és Makkara Tamásnénak. Mindenki az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban arra törekedett, hogy az adventi időszakban egy picit megálljon, megpihenjen, és elsősorban figyeljen oda saját magára és a közvetlen környezetére, tehát a családjára. Vannak olyan dolgok, amiket évközben nem teszünk meg, mert azt mondjuk, hogy nincs rá idő, de most ebben a néhány napban fordítunk és szentelünk rá időt. Mi volt az az elmúlt időszakban, amivel egy kicsit közelebb kerültek mindannyiuk a saját családjukhoz? Direktor úr. Ugye én nekem most nagyon sok dolgom volt Nyíregyházán, tehát viszonylag az idásnál kevesebb időt voltam otthon. De igazából nálunk mindig nagyon fontosak a családi események, amikor együtt van a család, hiszen nagyon ritka alkalom. A gyerekeim kamaszok, a fiam érettségizik, lányom is mindenfélét csinál, feleségem dolgozik, tanul, tehát az nagyon ritka alkalom ez, és ritkán adódik, hogy együtt legyünk, így igyekszünk ennek megadni a módját, tehát ha viszont együtt vagyunk, akkor a családi vacsora, vagy a karácsonyi vacsora az előre ki van dolgozva, hogy mi legyen a menü, hogy legyen, azt előre várják. Tehát akkor igyekszünk intenzívebben együtt lenni és kihasználni ezt az időt. És előtte? Milyen az azt megelőző időszak? Mivel telik leginkább? A munka mellett persze. Most általában mondhatnék szépeket, de tehát ami nálunk azért mindig van évek óta, van adventi koszorú. Tehát azért arra mindig odafigyelünk, hogy adventil a négy, akkor legyen ott bárki, bárfel, hova rohan, akkor az a gyertyagyújtás az legyen meg együtt. De most tényleg a mi helyzetünk speciális, a fiam az idén érettségizik, a lányom egyfolytában turnézik, mint táncos, a feleségem dolgozik, tanul. Tehát nem volt most különösebb nagy előkészület, azon kívül, hogy készülünk, nem volt rá időnk, tehát nem tudok ennél szebbet mondani. Ibolyáiknál is hasonló a helyzet, mert ott is a nagyobb gyerekek a világ különböző pontjain vannak, mondhatom így. Igen, tehát általában mindig szanaszét van a család, tehát ugye volt nekünk olyan karácsonyunk, amikor azon kellett izgulni, hogy az orsi repülővel hazaér éppen Grand Canariáról vagy sem, hogy együtt tudják-e tölteni a szentestét. Ez az év, hál' Istennek egy speciális év, az első olyan évünk, amikor mind a két gyerek végül is Nyíregyházán kosárlabdázik, vagy Nyíregyházán tanulnak, itt végzik a tevékenységüket, tehát most az egy kicsikével egyszerű volt, így sikerült is olyan dolgokat megcsinálnunk, amit régen nem, tehát ugye együtt mentünk az Orsival és meg Gáborral és ajándékokat nézegetni, az adventi koszorút ugye szépen összeállítottuk, hogy mit, hova, merre, tervezgetjük azt, hogy mi lesz a karácsonykor éppen a vacsora, mint itt fogunk éppen elkészíteni, vagy ugye azt, hogy mi most éppen készülünk, ugye a meglepetések készültünk itt a csapattársaknak, és hogy ezeket is elő kellett készíteni, ha bevontuk anyukámat is, tehát ez egy ilyen saját készítés ajándékok azok, amikkel meglepjük mi is a többieket. Tehát nekünk ezzel teltél, és mondom, ez egy speciális időszak ebben az évben, mert mindannyian itt vannak, nem kell izgulni, hogy hazajönnek a szentestére. Tehát ott nálunk is azért, hogy kidíszíti a karácsonyfát, ki miért felelős, ugye mindig a férjemnek, Gyulának a dolga az, hogy a karácsonyfát megvegye, mi Mósival ketten díszítjük a karácsonyfát. Gábornak az a dolga, hogy ő pedig szépen előkészítse az, hogy a karácsonyfára az égők minden fölé. Tehát mindenkinek megvan a maga dolga, mindenki itt fog éppen megcsinálni, és így ennek megfelel az zajlik nálunk az egész készülés. Az a jó, hogy mindenki beszélget mindenkivel. Tehát ott van, és akkor tényleg minden szóba kerül, ami egyébként mondjuk még nem hangzott el, vagy nem tudjuk a másikról, az előkerül. Zsókáéknak? Most jelenleg egy fiam él velem, másik gyerekem távolabb, az így Budapesten, másik Székesfehérváron. A Székesfehérváron lévő fog hazajönni, mert neki nincs családja. Álmosban fogunk karácsonyozni, és majd másnap, vagy karácsonyozunk, másnap, tehát
25-én, pedig megyünk föl a legidősebb gyerekemhez Budapestre, ott van két unokám, és őket fogjuk, velük töltjük az első napot. Az készülődős pedig, hogy a saját készítésű ajándékokat fognak apró cseprő ebben is. Én inkább ilyen élmény ajándékot szeretnék adni, és azon törtem a fejem, hogy mi lenne az, ami jó, és eljutottam ide most már, hogy tudom, hogy mi lenne a jó. Olyan dolog, ami azt mondom, minden gyerek álma a csokoládé múzeumba való eljutás, ami azt gondolom, hogy egy jó élmény fog nyújtani nekik, és azt gondolom, hogy ma már talán ez a legfontosabb. Annyi sok minden tárgyat kapnak, ami azt gondolom, hogy idő után majd kikerül, ez valószínűleg megmarad jobban az emlékükben. A nagyobb gyerekeimnek meg úgy már nem nagyon történnek ilyen nagy ajándékozgatások. Itt is inkább valami apró ajándékkészítés, amit mi készítünk, valamit kitalálunk, lehet, hogy csak egy kulcstartót. Tehát nem a tárgyak nagysága, meg sokasága, hanem inkább az, hogy csak a meglepetés legyen, és az együtt töltött idő, ami fontos nekünk. Valószínűleg én is a kislányommal fogom díszíteni a fát, mert hogy 4 éves, most idén, tavaly is már azért elég jól rakta a gömböket, és akkor így le tudjuk mérni a párommal, hogy mennyit ügyesedik a gyerek a karácsonyfa díszítésre. Tudom, hogy van, akinek az a szokás, hogy Jézuska hozza a fát, de mivel az óvodában, meg máshol már látja a gyerek ugye november végétől a karácsonyfát, ezt a szimbólumot már nem tudjuk neki így előadni, hanem így közösen ténykedünk a karácsonyfán, de hát nyilván az ajándékok azok még meglepetésként érik őt is. A karácsony üzenete eljut-e az emberekhez, az a valódi üzenet, ami azért régen a családok között ott volt? Mit gondolnak, mit gondoltok erről? Én azt gondolom, hogy ha voltak a családnak tradíciói, tehát olyan dolgok, amiket így generáción keresztül átjönnek, akkor valószínű. Nekünk van egy ilyen, az én édesanyámnak a szülei, annak idén az volt a szokás, hogy egy almát szétvágnak annyi darabja, ha ez asztalnál vannak, és mindenki kapott belőle egy szeletet, és akkor ez azt jelenti, hogy ők összetartoznak, és a világ bármely részén lesznek, akkor is össze fognak tartani, akkor is megmaradnak egy családnak. Ez az én gyerekkoromban is megvolt, én most átvittem az én családom tagjára, idén csak 3 felé, mert 3-an leszünk, de úgy látom, hogy most már a lányom is gondolkodik rajta, hogy azért ez egy nagyon szép kis tradíció. Én azt gondolom, hogy így át tudjuk úgy vinni, hogy most legutóbb, amikor itt a karácsony előtt voltam fönn náluk, akkor arról beszélgettünk, hogy hogyan zajlott a karácsony, az én karácsonyom. Hogy mi történt, hogyan volt díszítve a fa, mit kaptunk ajándékot, és akkor azt így át lehet, azt gondolom, így vinni, hogy akkor milyen volt az anyájéké, milyen most az ő karácsonya, én azt gondolom, hogy így lehet átvinni. Ez egy minta, minden szokásokon belül egy minta. Nálatok hibben? Ez valóban egy minta, tehát én kicsit azért nagyobb mértékben gondolkozott, ennek ugye nagyon sok kicsi gyerekem is van a kosárlabda palánták révén, és nálunk azért minden egyes évben szokás az, hogy itt közösen megünnepeljük, mindannyian kis apró ajándékokat készítünk, mindenki kihúzza az egyik csapattársának a nevét, és akkor, amit ő saját maga készített, az a meglepi. Tehát próbálunk mi is valamilyen szinten erre. Ugye nekünk ilyen igazi hagyományaink nekünk nincsenek. Tehát nekünk annyi hagyomány, hogy beiglenek mindenféleképpen lenni kell. Tehát ez az egy, ami biztos, hogy a beiglenek ott kell lenni az asztalon. Anyukám az még a mai napig nagyon ízletesen, finoman elkészíti, de szépen valakinek meg kell tanulni ezt, mert ugye eznek a hagyománynak nem szabad nálunk se kivezni. De én úgy gondolom, hogy tehát aki ennyi gyerekkel foglalkozik, mint én is, hogy nekünk ez egy óriás nagy élményünk, az a sok gyerek együtt bent van, együtt örül, együtt van, és ugye ők ajándékot osztanak. Hát én kicsikét más léptékben gondolkozok, tehát nekem ez is egy valamilyen szintű család. Az új társulattal ez lesz az első karácsony. Egyébként most így gyorsan szembe is jutott. Igen. Nálunk valamilyen színházi hagyományos karácsony, tehát rendesen szabályos névhúzós, hogy kihúzzuk egymás nevét, ajándékozunk, illetve hát most lesz egy ilyen karácsonyi vacsora is,
és azt találtuk, hogy szerintem ugye azt kérdezte, hogy a karácsony üzenete. Az mind az ősi vallások, minden vallásban, ugye a Jézus születése, a gonosz elmúlása, egy új élet kezdete, vagy a megtisztulás, egy új esély, ez van. És szerintem ezt abban lehet a legjobban ápolni, ha az ember abból ad, ami a legnehezebb időt és energiát szán a másikra. Mert ugye ez ma napság átment, hogy jó sok pénzt költsünk el egymásra, meg önmagunkra, meg az egész karácsonyra, és pont amiből a legkevesebb van, abból kéne szerintem többet szánni ilyenkor egymásra, tehát időből és energiából. És azért voltak vitáim a színházon belül is, de mondtam, nem, legyen rendes karácsonyi buli, és én főzök ott egy káposztás, csülkös bablevest, mert nem azért, mert meg lehetne rendelni a színháznak, futna, hogy megrendeljen valami elegáns vacsorát, de pont az, hogy én az én időmet, munkámat, és akkor mondtam, hogy legyen az is, hogy akinek van rá energiája, az meg süssön otthon süteményt, vagy hozzon valami kencét, hogy egymást avval ajándékozzunk meg, ami a legnehezebb. Tehát, hogy időt és energiát, figyelmet szálljunk egymásra. Nálunk is utána ilyen elég hajszás a családom, mi is nagyon hagyománytisztelőek vagyunk ebből a szempontból. Tehát igazi fenyőfa van, aminek illata kell, hogy legyen. Igazi gyertya van, amit meg kell gyújtani, és csillagszóra, és énekelünk mennyből az angyalt. Nálunk ez például nagyon nagy küzdelem volt, mert a gyerekek rég nagyok voltak, de még tiltakoztak, hogy ők nem akarják látni a karácsonyfát, már nagyok voltak, de mi azt csempészük be a lakásba, díszítsük fel, és csöngetni kellett, hogy meghozta Jézuska a karácsony. Nyilván nem hitték el, de igényük volt arra, hogy ez így, hogy nekik ez legyen. És aztán tavaly előtt volt a nagy áttörés, és mondták, hogy akkor jó van, de akkor legyen úgy, hogy akkor ők díszítik. De itt is szerintem a legfontosabb az együtt töltött idő. És akkor mindig van nekünk régi bakelit lemez, játszunk, és akkor felteszünk karácsonyi dalokat, a Recseg ropog, meg karácsonyi albumot, meg Bach, Máté, ilyeneket, és akkor gyerekek díszítik a fát, mi készítjük a halászlevet, hogy kell, és a legtöbben ez. Mert hát nekem van egy tágabb családom is, 6 unokatestvérem, akiknek most egyelőre 8, már ők is nagyok, felnőttek, de ott 8 kisgyerek van, másfél évestől 8 évesig, ebből 8, úgyhogy nem lehet menni a szőnyegen, mert az ember mindenhol gyerekbe botlik, és amióta meg ez van, azóta meg hát a felnőttek egyáltalán nem számítanak, mert ugye hát azt, akinek volt kisgyerek, emlékszem, amikor 8 kisgyerek kúszik, mászik, és hát akkor ott a felnőttek nem számítanak, és az olyan igazi karácsony, mert ők még nekik ez olyan természetes és egészséges. Sírás, rívás, hogy miért nem én kaptam a traktort, én nekem miért csak 7 ajándékom van, neki 8, de közben pedig tömik magukba a fasírtot, egyik kezükbe a krémes, másikba a töltöttem, és az olyan igazi. Mégiscsak össze tudják hozni ezt a nagy családot, valahogy mégiscsak meg lehet azt úgy szervezni, hogy együtt legyen mindenki. Mi családunkban, mondom, elég szanaszét vagyunk, de mindig van egy ilyen rangidős hölgy vagy család, aki, és akkor nálunk az nagyon, nagyon be van tartva, hogy 24, 25, 26-án valamelyik nap együtt van a családunknak. Ez a családunk sok a zenész, ez itt koncertezik, annak ott van fellépése, de mindig van, hogy legalább egy fél napot akkor ott együtt töltünk. Nekem is van szerencsém ilyen nagy családban karácsonyozni és eltölteni az ünnepeket, igaz, hogy utazgatni is kell hozzá, de azért annak teljesen más a hangulata, mint amikor valaki egy szűkebb családban van, vagy hát netán egyedül tölti a karácsonyt, és akkor erről most így nem is szándékozunk beszélgetni, de abból a szempontból mégiscsak érdemes erről egy-két szót váltani, hogy hogyan segíthetjük azt, aki környezetünkben egyedül van, vagy magára maradt, vagy látjuk, hogy igényelni a társaságot, mert hogy azért mégiscsak ilyenkor karácsony előtt kinyílik a szeretett doboz, és adományozunk, ajándékozunk szervezetten, vagy akár egyénileg is. Akár a sportban a szervezet hogyan figyel ilyenkor mondjuk az idősekre, a gyerekekre, nem tudom az idén milyen módon volt erre alkalom. Nekünk ebben az évben nem volt ilyen kezdeményezésünk, hogy most így mentünk volna, gyűjtöttünk volna, és úgy, hogy ajándékoztunk volna. Nekünk a Báci Gusztáv általános iskolában van egy olyan kapcsolatunk, hogy mi bármikor, bármilyen rendezvényük van, tehát mi megyünk, segítünk, hogyha igénylik, akkor bármivel, tehát évközben is, tehát bármikor, tehát úgy gondolom, hogy nekik vannak ilyen különböző alapítványi dolgai, vannak ilyen rendezvényeik, szervezéseik, és akkor mindig bennünket kérnek föl, mi megpróbálunk nekik ezekben segíteni, tehát más téren meg, ugye nekünk is Isten igazából, tehát a mi gyerekeink vannak, tehát
éppen eléggé leköti az energiánkat, hogy a mi gyerekeinkkel azzal foglalkozni, hogy ott is azért vannak hátrányos gyerekek, tehát azért vannak vidékről bejáró gyerekeink, vannak ott nekünk is, tehát állami gondozott gyerekek, tehát azoknak mindenféleképpen megpróbálunk úgy segíteni, hogy azért az ő karácsonyuk is, és mindenük olyan legyen, hogy az felemelő legyen, tehát mi ebben próbálunk lépni. Hát, mint magánember, és az ember adományoz, ez van olyan, amikor csak időt, és így este beszélgetek valakivel, ha más nem telefonon, akkor valamilyen étel, tehát ilyen tartós élelmiszer, vagy gyereknek játék, és a szervezeteinken keresztül pedig azok a szervezeteknek a tagjait, ezen a családos egyesületen keresztül történik, amikor a tagok, és a családvédő egyesen keresztül pedig igyekszünk egy-két családnak valamilyen nagyobb mennyiségű adományt adni. Tehát ez az én életemben így zajlik, de a munkahelyemen is történnek ilyen adományok, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép dolog, egy nagy cég, a mi intézményünket, egyik megyei gyermekvédelmi intézményt rendszeresen adományokkal látja el. Használt ruhától, kirándulás, egy nagyobb kirándulás, ahol 200 gyerek is van, valamikor csak 60 gyerek, és ezen kívül maga az épületek a felújításában is közreműködnek, támogatják nagy összeggel, és ennek, hogy ők merünket megsegítenek, ennek, hogy hálánk jeléjű, a karácsonyi ünnepségre meghívjuk a cégvezetőket, egy-két dolgozót is elhoznak magukkal, és épp egyik nap zajlott pont ez a karácsonyi ünnepség, ami azt gondolom, hogy nagyon megható volt azoknak a számára, akik eljöttek erre a kis műsorra, meg maga a rendezvényre. Tehát az életemben elég sokféleképpen zajlik az adományozás és a segítségnyújtás karácsonykor is előtt. Azok a gyerekek, akik intézményes formában töltik, vagy nevelőszülőnél töltik a karácsonyt, nekik ez a fajta segítségnyújtás még csak egy plusz. Az imént beszélgettünk arról, hogy akár az ünnepeknél, akár a szokásrendszerünkben ugye nagyon-nagyon számít az, hogy milyen mintát kaptunk a családtól. És nem kerülhető meg az a téma, hogy ma nagyon sokat beszélnek arról, hogy a mai fiataloknál talán az értékrendben a család, a saját családnak az alapítása egy picit arrébb tolódik, vagy hátrébb tolódik. Mi miatt lehet ez? Én azt látom, hogy egy nevelési probléma is van, mert hogy majd ráérsz, még most ne tanuljál, majd a szülő, hogy majd ha lesz ez vagy az, és akkor majd a házat, kocsit, majd akkor majd férhez menni, vagy gyereket vállalni inkább. Ez az egyik. A másik az, hogy nagyon nehezen találnak párt a fiatalok, megfelelő párt, emiatt is kitolódik, és nehezen történik a házasság és a család alapítása, és van egy értékrendi válság is. Én azt gondolom, hogy a család, az nagyon sok ember fejében érték, de mégsem az szerint él, hanem inkább a külső dolgok, inkább az anyagi oldal vonzatába megy el, és inkább arra, hogy én, nekem legyen. Nem pedig arról beszél, vagy abban gondolkodik, hogy akkor majd lesz egy családom, és abban tevékenykedem, és majd aztán eljutunk oda, hogy ő majd nekem ezeket a jó érzéseket majd vissza fogja adni, amit én bele teszek abba a családba. Nekem van egy kedvenc kolléganőm, aki pszichológus is, és ő szokta mondani, hogy az a probléma, hogy elsősorban mindenki az önmegvalósításra törekszik, és azt mindenáron végrehajtja, vagy meg szeretné tenni ezt a... Tehát mindent felülír ez az önmegvalósítás, és valahol még a felelősségérzet is ide kapcsolható, hogyha már valaki családot alapít, vagy szorosabban egy szűk családhoz hozzátartozik, akkor felelősséget kell vállalni a párja, a gyermeke iránt, és lehet, hogy ez nincs olyan mértékben meg a mai fiatalokban, vagy megvan, csak nem kerül valahogy felszínre. Ezt Ibolya, te látod, hiszen minden
nap hallod őket úgy a privát szférában is, hogy miről beszélgetnek, vagy hogy építik föl a saját életüket. Mondjuk egy nagyon jó sportoló, egy tehetséges sportoló mennyire helyezi előtérbe a karriert, vagy hol van az a határ, amikor azt mondja, hogy karrier, de mellette a család is. Saját tapasztalatot is hozhatja. Igen, tehát azért ez attól függ egyébként, hogy kiről beszélünk és kiről nem. Tehát az tény is való, hogy ma mindenki azt nézi, hogy megvan-e már a kellő végzettségem, találtam-e már munkahelyet, hogy ott sikerült-e már valamennyi időt eltöltenem, és utána talán beszélhetünk majd arról, hogy család, azt szokták mondani nekem, arra most nincs időm, hogy én most barátkozzak, nincs időm, hogy a baráttal találkozom, de hogy nem mondom, mindenre van idő, csak szép lassan mondom, be kell osztani, és mindent meg kell csinálni. Nagyon nehéz az egyébként, mert ugye tehát a karrier az biztos, hogy mindennek előtt is mindennél fontosabb, tehát az nagyon, nagyon nehéz, hogy most én elmegyek, gyereket szülök, ott hol vagyok, és hogy addig kiestem a körforgásból esetleg, akkor nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt én szeretném esetleg, hogy a vezető pozíciómnak vége van, vagy ennek a tanári állásnak, most teljesen mindegy, hogy most ki milyen téren helyezkedett el, és mit csinált. A sportolók, én azt hiszem, hogy tehát ilyen szempontból annyira nem vészes, mert ugye, hogyha kihagy egy évet sok esetben, akkor utána vissza tud menni, és kosárlabdázhat, vagy sportolhat, vagy atletizálhat, vagy teljesen mindegy, hogy mit. Bár ezt se tartom mindig én helyesnek, mert ugye a pici gyerekkel otthon kellene lenni, és otthon kellene maradni. Tehát meg kell találni azt az egészséges időtartamot, ameddig esetleg ugye a gyerekkel otthon van, és utána folytatja ezt a pályafutást. Tehát nagyon nehéz. Ugye próbáljuk így győzködni a fiatalokat, én is az én saját játékosaimat, hogy de nem így van ez. Nyugodtan, bátran bele kell vágni, de nem mernek belevágni. Tehát addig, ameddig ő nem látja azt, hogy most van egy lakás, ott van az autó, ott van minden, olyan a fizetésem, és akkor úgy gondoljuk, hogy na akkor minden megvan, akkor na most már jöhet a gyerek, mert akkor esetleg már azzal is el fogunk tudni boldogulni. Régen én úgy gondolom, hogy a mi időnkben, tehát én is a saját magam is beszélek, nem igazán ezen gondolkoztunk, tehát nem úgy éreztük, hogy most nekünk szüksége van arra, hogy ott a gyerek megszülessen, akkor jöhet a gyerek. Az én kosárlabda pályafutásom is éppen akkor szakadt félbe, amikor megszületett nekem orsolya, de nem bántam meg a mai napig sem, mert miért bántam volna meg. Utána majd 7 év múlva folytatódott, körülbelül így volt, mert körülbelül 7 évig vártam én is az, amikor a gyerekek úgy megnőttek, hogy már tudtam magammal vinni őket mindenfelé, és akkor is együtt voltunk, mert akkor mi például együtt jártunk kosáredzésekre. A gyerekek ott voltak, és nekem hál' Istennek akkor volt egy szenzációs edzőm a Veres Gyuszi bácsi személyében, aki ez ilyen az óvodásokat úgy szépen terelgett őket, mi edzettünk, Gyuszi bácsi kellett, akkor kivitte őket, megmosta a kezüket, akkor mit történt, azt mondom, hogy ez is egy példa lehet, tehát hogy lehet azt, hogy ő visszacsábított bennünket, hogy segítségre volt szüksége, hogy mi játszunk, de ugyanakkor a segítséget adott nekünk, mert a mi gyerekeinkkel addig ott foglalkozott, tehát ez is egy nagy család volt, mi ott annak, de így nőttünk föl. Azt mondom, hogy szerintem inkább ez a nagyobb gond és probléma. Még egy fogalom az eszembe jutott, hogy lemondással jár. Lemondással jár az, hogyha valaki a karriert választja, és akkor kimarad azokba az élményekbe, abban az élben, amit egy gyerek, a család nyújthat, de akkor is lemond arról, hogyha már van családja, de nem tud vele elég időtartamban otthon lenni, és akkor kell mellette dolgozni, vagy karriert építeni. Tehát mindenhol van egy kis lemondás, vagy egy kis hiány. Az élet ilyen szerintem általában is, bármilyen kérdés mentén teszek, hogy valamit valamiért adnak az életbe. Tehát ez így van. És az, hogy a családok megváltoznak, én mindig azt gondolom, hogy az nem igaz, hogy a világ romlik, mert ha mindig romlana, minden író leírta az ókor óta, hogy bezzeg a régiek, bezzeg, és ha ez 4000 éve, amióta írják állandóan, mindig egyre rosszabb, akkor már nem lenne semmilyen se, hanem folyamatosan változik. És mindig az idősebb generációnak mindig a régiek azok minták voltak, és félnek az új mintáktól, de közben azért mégiscsak valahogy működik, és családok ma is vannak, és szerintem az, hogy a család modellek megváltoznak, tehát ma már azt tudjuk, erre van statisztika, hogy a most iskolájában járó gyerekek 60%-a nem fog felnőni abban a családban, amelyben született. 60%-a. És a statisztika, most egyéneként felelősség lehet vonni ezt a Kovács apukát, Kovács anyukát, ők miért válnak el, de sajnos ezek a mintákat örököljük is. És egy olyan képet kapunk mindenhonnan, ami ebbe a siker, karrier, pénzbe van, és nem lehet, ha 60% követi, ezt nem lehet azt mondani, hogy 60% hülye.
vagy ostoba. Tehát valami, valóban mindig van értékválság is, és mindig meg is maradnak értékek. Tehát én azt gondolom, hogy az ember az első házasságában, az első gyerekében is lehet gonosz és szívtelen, miközben együtt van, vagy éppen azért válik gonoszá, mert együtt maradtak. És egy ilyen patchwork, hogy ilyen család is lehet egymás rend tisztelettel és szeretettel. Tehát önmagában a hagyományos családmodell nem biztosíték annak, hogy az ön, bár én abban éle, igen, ugyanakkor egy másik fajta modell is, benne is lehet szeretni. Igazából arról van szó, hogy szeretik egymást, akik együtt vannak, és tisztelik egymást, illetve az a másik, amivel egyetértek, hogy mennyi energiát hajlandó. Szoktam mondani a családnak is, hogy bár én keveset vagyok, azt mondtam, hogy minden dolog attól lesz valami, ha teszek bele munkát. Egy házasság, egy párkapcsolat, egy gyereknevelés, színház, bármi. Tehát, hogy amikor éppen jelen vagyok benne, akkor tudok energiát adni magamból, hogy ez működik, magától semmi sem működik. Ami pedig a lemondást illeti, hát szerintem nem lehet tudni, amikor lemondunk, hogy jóról mondunk. Tehát sok színésznőt ismerek, akik nagyon fiatalon vállaltak gyereket. És aztán az élet azt igazolta, hogy a pályájuk így alakult, úgy alakult, si voltak sikeres és sikertelen időszakok, de hogy neki van egy gyereke vagy egy családja, amihez, amikor el tud menekülni, éppen a karrierje elől, mert a karrier ugye nagyon jó, amíg van, de mihelyt egyszer csak váratlanul nincsen, mert a karriernek az a természete, hogy az el tud múlni, vagy fel tud függesztődni, akkor viszont nagyon jó, hogyha van egy érzelmi biztonságot nyújtó háttér, amire azért mégiscsak a család az egyik, vagy az általam szeretett emberek a legjobb forrásai ennek. Ja, a karrierhez szeretnék hozzászólni. Mi jelent ma a karriert? Hogy egy vállalatvezető vagyok, vagy ilyen, egy pozíció, ha így nézzük. Én szerintem az anyaság is lehet egy pozíció és egy karrier. Nekem vannak a környezetem olyan családok, ahol fölneveltek 6 gyereket. Volt, hogy az anyuka dolgozott volt, amikor nem. De azt mondom, hogy ez egy akkora karrier, aki fölnevel 6 gyereket, a 6 gyerek mindegyik diplomázott, már most 10 akárhány unokái vannak. Ez, szerintem ez egy csodálatos karrier. Míg ez kitart egy egész életen át haláláig, ha egy vállalatvezető vagyok, vagy egy akármilyen intézményvezetője, arra az időszakra, ami után elmúlik. Én azt gondolom, hogy itt a kicsit karriernek kellene tekinteni az anyaságot is, és az első karrieremet, ami után majd lesz egy munkaköri karrierem, ahol olyan majd pénzt keresek, és ez egymást kiegészíthetné. És én azt látom, mondjuk most saját életemet, vagy a gyerekem életét mondhatnám azt, hogy én fiatalon szültem, és azt mondom, hogy amikor már fölnőttek, akkor én tudtam munkával foglalkozni, sok mindennel is ki lehetett teljesedni. Az idősebbik lányom, őnek is van 2 gyerek, és most már megnőttek, és mondhatom, hogy neki elég problémás volt, mert egy mozgássérülő gyereke van, és most indul be az ő karriere. Egy gond van benne, hogy nincs ott egy háttér, egy segítség. Nagyon jó lenne, ha nagymama most nagymama tudna lenni, és akkor őt engedhetné, hogy akkor ő a karrieri. Én azt gondolom, hogy ez kellene, hogy van egy időre ilyen karrierem, olyan karrierem, és nem kell egyiket a másikért felállni, csak most az egyik, majd később a másik jöhet. Én ezt gondolom a karrierről. Ez az érzelmi biztonság, tehát ez tényleg elengedhetetlen, hogy valaki tartozik egy családba, egy családhoz, egy párhoz, egy gyerekhez, és azt nyújtja neki ezt az érzelmi biztonságot, amitől egyébként az individuum működni tud, mert anélkül nem tud működni, anélkül nem lesz karrier, anélkül nem lesz semmi, hogyha magában nem biztos érzelmileg, lelkileg, mentálisan az illető. Még egy nagyon fontos kérdés, és ez érdekelne engem, hogy a mai kortárs irodalom, színház, művészet egyébként ebben a témában mit mond, mit sugall? Hát ez karácsonykor, így, ha szentestén vagyunk adásban, nem nehéz erre udarjasan válaszolni, mert az igazi minőségi művészetnek mindig olyannak kell lenni, hogy föl kell vetni azokat a problémákat, amik abban a világban vannak. És ezt nem mondhatjuk azt, hogy a mai világban ne lennének pont e körül problémák, család, tisztesség, stb. Vannak. Tehát a kortárs művészetben nagyon, nagyon kevés ideális családmodellt lehet látni, sőt, leginkább ezeknek az lepusztulás, vagy elpusztulását, leromlását, tönkremenését látjuk ábrázolva, de a művészetnek nem az a dolga, hogy ideákat fessen, vagy nem mindig az a dolga,
hanem az a dolog, hogy felhívja a problémákra a figyelmet. És ilyen szempontból szerintem mégiscsak hasznos, hogy ráismer. Tehát a színház nem csak azáltal, többféleképpen tudhat, nem akarok ebbe belemenni. Egyrészt ideálokat mutat, hogy így is lehet csinálni, mintákat mutat, ugyanakkor talán még legalább ennyire hatásos, hogyha rámutat, hogy te is ilyen bután és ostobán élsz, és nézzél magadba. Tehát ilyen szempontból a negatív példa nem azt jelenti, hogy követendő, éppen az, hogy rá kell világítani arra, hogy szeretetlenség van, hogy felelőtlenség van, de ezt sokkal unalmasabb. Tehát egy ilyen kedves, jóságos, harmonikus embert, aki felnő, szülhat gyereket, aztán szereti a férjét, aztán karriert csinál, szépen nyugdíjba megy, megöregszik, ápolgatja a kertjét. Ez nagyon ideális, így élni jó, csak ebből nincsen dráma. Hiszen a dráma, a szó magában benne van az, hogy azt mondják, az a meghatározás, hogy valaki vagy valakik valamit akarnak, és valakik vagy valamást ezt nem engedik, hogy akadályozzák. Tehát amiről mi beszélünk, az egy olyan ideál, ami nagyon ritkán adatik meg, ha körülnézünk. A színháznak az a dolga, hogy ezeket, azokat a pillanatokat vágja ki az időből, ahol ez nem működik, ahol ez konfliktusba ütközik. Tehát ilyen módon tud segíteni, hogy felhívja a figyelmet azokra a problémákra, amik ezt akadályozzák. De a jót azt pedig lehet keresni, és érdemes, szerintem ezzel egyetértünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. A nézőknek a figyelmet köszönöm, áldott békés és boldog karácsonyt, boldog új évet, viszontlátásra! A helyszínt a Hotel Aventinus biztosította.